in our bed with for all it's worth with Shoutcast Streaming Audio. A mikrofonnál, a számítógépnél és a diszkópultnál Gyula. Nosztalgia rádió műsorát hallhatjátok. Műsoromhoz jó vételt és jó szórakozást kívánok. Jó estét kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Nosztalgia Rádión. És hát ahogy a főoldalon olvashattátok, a mai napon is sztár vendég van itt a Nosztalgia Rádión, és nagy-nagy szeretettel üdvözöljük körünkben Karda Beátát. Szia, Bea! Szia, és üdvözöllek nem csak téged természetesen, hanem mindenkit, aki most bennünket hall, úgyhogy millió puszi, mondhatom így, üdvözlet, sok szeretettel köszöntök, mindenkit jó estét kívánok! Na, nagyon szépen köszönjük be, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És úgy estem haza előbb 5 perce, ezt komolyan mondom, úgy estem a pénteki nagy csúcsforgalomba, úgy estem haza, úgyhogy ide leültem a gép elé, és azt mondtam, hogy még pontos is akarok lenni, mert ti mondtátok, hogy 8 óra, és én 8-5-10 perccel tényleg itt leültem, de kicsit még megbeszélésünk volt egy pár mondat erejéig, és nagyon szívesen jöttem, úgyhogy itt ülök, és boldog beszélgetek vele. Na, Bea, hát ugye itt a pályafutásról azért majd egy-két szót, majd aztán majd elmondod, de nem akarom majd én ezt elmondani. Én tudod, honnan kezdeném ezt el? Hát egészen a kiskortól én arra nagyon kíváncsi lennék, hogy te mint mennyire emlékszel vissza még úgy kisgyerekként, hogy egyáltalán úgy milyen gyerek voltál? Jó gyerek voltál? Rossz gyerek voltál? Akkor is már ilyen izgőmozgó valaki voltál már gyerekkorodban is. Erről csak egy röviden egy-két mondatban, hogy úgy milyen gyerek voltál? Jó? Nagyon tetszik ez a kérdés, megmondom miért. Azon belül, hogy még hozzátetted volna, hogy mennyire volt szép a gyerekkorom, akkor úgy teszem, mintha ezt is feltetted volna. Nekem a világon szerintem a legjobb gyerekkorom volt, szeretetteljes, boldogságos, családi harmóniában nőttem fel, ezt tudom, hogy sok gyereknek nem adatik meg, nagyon boldog voltam gyerekként, zene és családba születtem bele, én győri lány vagyok, rettenetesen jó volt beszívnom édesapám zenei világát, aki mint zongorista a zenei világnak mondhatom, minden műfaját, a musicaltől, a nosztalgia zenén túl, a legmodernebb dalokig, tehát ő belőle nagyon táplálkoztam. Egyébként musical színésznőnek készültem, ezt már néhányszor elmondtam egy pár műfajásnél. Szóval el akart kérdezni, hogy erre pályára készültél egyáltalán. Abszolút. Én már 3 évesen balettórákra jártam, ilyen tütükbe, tudod, ez a kis tütű ballerina rucsikba, egy Győrben már balettórákra jártam, utána minden, ami a zenével kötődő volt, az mind befogadta a lelkem, a szervezetem, tehát én annyira a zongora, az éneklés, a tánc, a színészet, ez mind én voltam, úgyhogy tulajdonképpen 59-ig, amíg Győrben laktunk, az jó rég volt, 59-ben költözködtünk fel Pestre, addig nekem már akkor meghatározódott az életem, hogy én fogom ezt a pályát, hogy mondjam, apukám pályáját, mint zenész, úgy fogom követni, hogy az arra én méltó lehessek, hiszen ha belegondolok, ugyan nem itt szerettem volna pontosan megragadni, ahol vagyok, hanem még a színészetbe is bele akartam kóstolni, meg a musical színészetbe. Valahogy mégsem így alakult, mert a Tázdal fesztiváloknak a meghirdetésekor, hát az már szinte nem tegnap volt, akkor több ezer jelentkező között, ez már nem igazán a gyerekkor, nagyot ugrottam, de a gyerekkoromnak csak tényleg annyit még vissza, hogy én egy boldog, szeretetteljes családi légkörben nőttem fel, miközben rossz kislány voltam, megmondom őszintén, de kívülről ez egyáltalán nem jött le, ugyanis mindig meg akartam mindenkinek felelni már kislánykoromban is, és ez eléggé sokáig kitartott sajnos. Azért mondom, hogy sajnos, mert ennek voltak, hogy mondjam, az életemben
ennek a nagy megfelelési kényszeremnek voltak azért olyan jelzései, hogy ezt nem kéne. Szóval nem kéne, magammal is kellene kicsit törődni, kicsit oda kéne jobban figyelni a saját magam világára. Mindig mindenki fontosabb volt nálam, és a saját boldogságomra nem igazán tudtam úgy enyengetni. Ez azért volt talán így, mert a szüleim harmonikus családi légkörében fölnőni, mint egy tényleg egy olyan kislány, aki már akkor, ez igen, kérdezted, hogy izgő-mozgó. Én már akkor is az olaszos temperamentumomat éltem, hiszen a apukámnak az édesanyja, az én drágaságos nagymamám, ő egy olasz származású nő, és hihetetlenül nagy dumás volt, és valószínűleg onnan örököltem ezt a úgynevezett nagy dumás és vehemenciás és izgőmozgó, iskolában mindig rám szóltak, hogy én pecsegek a legtöbbet, szóval, de tanulni azért nem tanultam rosszul, de a legnagyobb dumás én voltam már kisgyerekkoromban is. Bevallom őszintén, ez valószínű, hogy ezt lehet örökölni. Nézd meg, nagymamám 85 éves korig élt, és addig végig beszélt az életét, úgyhogy őszinte legyek, az ő vehemenciáját, az ő dinamizmusát én nagyon szerettem, én nagyon jól el voltunk, úgyhogy csak aztán sajnos 56-ba kiment Amerikába, amikor én 6 éves voltam, meg utána akart menni a férjéhez Amerikába, és legyek őszinte, és még milyen nagy dolog, hogy nagymamám vissza is jött, még a 80-as évek elején, és sajnos utána, amikor megszületett a kislányom 81-ben, rá sajnos 3 évre ő meghalt, tehát olyan körülbelül, pontosan tudom, hogy 85 éves koráig élt a nagyi, de azt hiszem ezt a kislánykorban már ezt az izgő-mozgó impulzív viselkedésemet, ezt én ott magamba szívtam már a nagyitól. Ennyit a gyerekkoromról, tudom, nem mondtam túl röviden, de nyugodtan szól között. Azért kérdeztem erre, már talán ezt olyan legkevésbé kérdezik ezt meg, és ez érdekelt engem, és talán a hallgatókat is. Még egy dolgot csak, hogy attól függetlenül, ugye, hogy azért zenész családban nőttél fel, attól még ugye nem lenne törvényszerű, hogy egy zenei pályát válasszál. Egyáltalán nem. Ki fedezte föl, hogy jó hangod van? Hogy nem csak a hang, Lajcsi, nem csak a hang, hanem annyira tehetséget végül is, na. Valahogy úgy éreztem, hogy az apu, hát édes apucikám, aki sajnos már 9 éve nincs köztünk, őtőle hát minden nap a zenében értem. Ő olyan zongorista volt a vendéglátó világban, ahol azt kell mondanom neked, hogy tényleg egy univerzális volt, és olyan szinte nagy boldogság volt, hogy amikor mi 59-ben felkerültünk Budapestre, az apukám a művészklubban, amit most ugye a fészeklubnak hívnak. Nagyon-nagyon-nagyon öröm volt számomra az, hogy akkor már én pár éves, hát akarom mondani, pontosan 8-9 éves koromban, apukám megpróbálta velem azt a feladatot megoldatni, hogy én énekeltem odahaza a lakásunkban egy magnószallagra, apukám elvitte a fészeklubba ezt a magnószallagot, és apukám ott zongorával hozzáénekelt az én kicsi lány hangjához, a kicsi lánynának a hangjához, ez a félplébekes módszerrel. És tudod, hogy a nagy színészek, olyan nagyon nagy színészek, akik már sajnos a legtöbbjük nincsen köztünk, és sokan még köztünk vannak, hál' Istennek, de a Szendrő Józsi bácsitól kezdve, akkor, aki még él, hál' Istennek, Töröcsik Mária művésznő, Sota Irén, hát hiszen a C-klub nagyon sokat megismerhet. Ők oda jártak szórakozni, és nagyon szeretik a Karda Nánási duót. A Karda Nánási duó akkor olyan volt a fészeklubnak az életében, mint most például egy nagyon-nagyon menő sztárcsapat, és akikre lehetett szórakozni. És ezek a nagyon nagy színészek oda jártak a kijereszteni úgymond a gőzt, amikor vége volt a színdarabnak, a feladatoknak, a színház után egy kis beszélgetésre, zenére, és akkor tudod, milyen érdekes érzés az, hogy én gyűjtöttem már akkor az autogramokat pár 8-9 éves koromban, és apu, mikor mesélt, hogy képzeljem el, akit tegnap láttam a tévében, filmen, vagy egy színdarabban, a televízióban, az a színész ott volt, ahol ő dolgozik, ahol ő zenél. Én gyűjtöttem, nekem a mai napig el van téve autogramos, nagyon szép kis készletem,
fotókkal. Olyan érdekes érzés ez nekem, hogy ha belegondolok, hogy akkor 8-9 éves koromban még nem tudtam, hogy ezek között, a művészek között én valamilyen szinten mozogni fogok, sőt, csak egyet kiragadok, nagyon sok fellépésem, úgynevezett vidéki tájolásom úgy volt, Bodrogi Gyulával például, aki előadta a humori színészjátékát, én meg az énekesi mi voltomat, tehát az a bizonyos hakni, ami így kimondva nem hangzik olyan szépen, de vidéken, ugye hát hol színészek, tándalénekesek, humoristák, és olyan, amikor mondta nekem a Bodrogi Gyula, hogy hát karda, nem kiskarda, kiskarda mindig mondta, kiskarda. Amikor én hogy emlékszem arra, hogy amikor te kerestünk téged a zongora alatt, kérdeztük apádat, a Tibort, ne Karda Tibort, kérdeztük apádat, amikor zenélt a zongoránál, hogy hol van a kislány hang. És a kislány hang az ott a zongora alól nem élőben voltam ott, hanem a otthon elkészített hangszalagnak a felvétele volt. A mai napig emlékezett a Bodrogi Gyula rá. Én komolyan mondom, ez annyira aranyos, és hihetetlen izgalmas, hogy én már 8-9 évesen végül is ebben a művészi pályán ott voltam. Csak éppen nem személyesen, mert ugye egy éjszakai 8-9-10 óra utáni időszakban én akkor már alucikáltam a 9 évemmel, de valami hihetetlen jó érzés az, hogy én mindenképp a szereplési vágy mindig bennem volt. De hozzáteszem, én kislány koromban bárkinek mondom, úgyse hiszi el, én egy visszafogottabb, nagyon félszeg, nagyon izgulós gyerek voltam, nem voltam igazán magabiztos sem, csak ezt elég jól tudtam, úgy látszik ebben azért is szerepelni szeretnék, és szeretnék egy kicsit központba lenni, de legyek őszinte, soha nem én voltam a gyerekkoromban a központban, mert voltak nálam sokkal, de sokkal harsányabb emberek. Én felnőtt koromra értem be arra, hogy kiálljam a magam igazáért, meg tudjam védelni magamat. Én kislánykoromban nem voltam hangadó. Tehát én egy tényleges félszeg kislány voltam. Valószínűleg azért, mert a szüleim is ilyen csendes emberek voltak, és én otthon ezt a csendes, boldog hangulatot szívtam magamba. Én gyerekkoromban mondom, egy végtelenül visszafogott lány, kicsi lány voltam, de nagyon szép volt. Mindenkinek ezt a gyerekkort kívánom, ami nekem megadatott. Jó, mielőtt majd zenélnénk most hamarosan, egyet még megkérdeznék, hogy már ebben a kis lánykorodban, ez a 8 éves kor körül, ugye ezt emlegetted, akkor is már ilyen szép hosszú szőke hajad volt? Nem, barna. Nem vagyok igazán szőke. Ja, az eredeti az barna volt, igen. Eredeti nem? Barna, középbarna. Tehát én nem vagyok szőke, hál' Istennek. Semmilyen szinten nem vagyok szőke, hogy így mondjam. Aha. Semmilyen szinten, mert szinten. Igazándiból a barna az egy ilyen olyan barna haj volt, aminek nem volt igazán szép barna színe. Ilyen kleopátrás barna hajam volt, tudod? És igazándiból hosszú volt a hajam. Anyukám mindig fonta. Két coffon volt először kislánykoromban. És ahogy így mentek... De nem nagyon találkozni, tehát azért... Hát igen, két csofon volt, nagyon-nagyon, hogy mondjam, nagyon félszeg, visszafogottan ilyen kis, de nagyon szerettem játszani, és érdekes, akkor rengeteg olyan barátom volt, már itt az iskolában, amikor megkezdtem az általános iskolát, akkor érdekes, nagyon sok olyan jó barátnőm volt, hogy nem fogod elhinni, de még a mai napig is a győriekkel némelykor még mindig találkozom, és ez olyan jó érzéssel tölt el, úgyhogy szoktunk tartani egy ilyen általános iskolai, pedig ott csak 2 évet jártam sajnos, az elsőt és a másodikot, második osztályt, és utána apukámat ugye felhívták nagy boldogan a Fészeklubba, el is vállalta, és akkor onnantól fogva 59-es évtől én sajnos megszűntem győri lenni. Mindig elgondolkozok, hogy mi lett volna, ha mégis Győrben élem le az életemet. Nem tudom, de lehet, hogy akkor nem kerülök bele ebbe a művészvilágba, de lehet, hogy sokkal boldogabb lennék, mint most. Nem tudom, de lehet, hogy egy egész más... úgy szeretném ezt megtudni. Olyan jó lett volna ezzel, mindig gondolkozok sokszor, hogy ha, akkor nem jövünk fel Budapestre. Vajon ragaszkodtam volna még mindig ehhez a művészi élethez, ehhez a művészi hivatáshoz. Nem tudom, de úgy jó lett, hogy ezt
valaki visszalépíti. No, azt javaslom, akkor most két dalt meghallgatunk majd, méghozzá két fesztiválos dalt, és majd utána két fesztiválos dal után visszatérjünk a fesztiválokra természetesen, jó? Úgyhogy akkor én most a Csuda jó fej című fel. Jaj, az életem első dala volt, az életem első, igen, nagyon szeretem. Ha jöjjön egymás után, utána mindjárt a lakató, hát nem a Misánkra, majd a dal címe. A Misánkra ne, azt ne, főleg a gyönyörűen. És utána ezt a két dalt meghallgatjuk, csak utána visszajövünk, folytatjuk, jó? Oké, köszi. Na, akkor jöjjön a zene. Köszönöm. Régi igazság, de kánckodj, mert ember nincs így, minden összevág. Csuda jó fej, csuda jó fej. Ő sok mindenhez ért, és kedves vidám társ, bár úgy néz ki, mint a többi, mégis egész más. Csuda jó fej, csuda jó. Ha felkér, úgy dobogatni be, mintha csak akarnám. És nincs már távol a szerelem, kinek jó, ha tagadnám. Már kissé szokatlan, mint meghatározás, de táncpartneremre illik, s nem mondhatok más. Csuda jó fej, csuda jó. Mint meghatározás, de táncpartneremre illik, s nem mondhatok más. Csuda jó fér, csuda jó fér, és lehet jó fér. Lakatod a szádra, nem tartozik másra, az a titok drága, hogy vártál rám. Ne is fecsegj róla, ne is csacsogj róla, ó, te Casanova, hogy csókoltál. Kettesben a mennyben jártunk fent, meg ne tudja senki, nem, nem, nem. Nyári délelőtt lett az esküvő, virágot hoz akkor minden jó és rossz barát. Számat már a jó és rossz május szó, akkor aztán mondhat. Lakatot a szádra, tuda, tuda, nem tartozik másra, tuda, tuda, az a titok drága, tuda, tuda, hogy vártál rá, tuda, 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 ne is fecsegj róla, tuda, tuda, ne is csacsogj róla, tuda, tuda, te női Casanova, tuda, tuda, hogy csókoltál, tuda, tuda. Tuda, tuda, papa, mama, főleg tuda, tuda.
No, újra itt vagyunk a rádión, és akkor folytatjuk a beszélgetést Beával. Közben jött itt két kérés is, úgy lát kérés. Mindig össze kell velem kérni, kérés. Szóval kérdeznek a hallgatók. Dancsirén azt kérdezi Beával, hogy mivel foglalkozik a leányod? Hát egy hölgy, mire rendben Dancsi. Irénke a következőt tudom mondani, nagyon büszke vagyok a lányomra, nagyon kitartó, és hál' Istennek úgy döntött, hogy elhatárolja magát a médiától, jól teszi. Éppen elég az, hogy két szülő, ez esetben én meg az édesapja, benne vagyunk már ugye jó 40 éve ebben a médiás világban. Ő nem kapott ehhez úgymond kedvet, pedig belevittem őt is egy próbaképpen, amikor ő is 8 éves volt, megpróbáltam, hogy ő is énekeljen, és kipróbáltuk, és láttam rajta, hogy van tehetsége, hallása, de köszöni szépen ő ezt nem. Nagyon jól tanult, főiskolára jelentkezett, azt megszakította ugye a közepén a kommunikációs főiskolát, de nem azért, mert hogy buta volt, sőt, maximális pontszámmal felvették, és még a büszke vagyok, hogy a matek és a fizikája 5-ös volt, nekem meg az volt a legrosszabb világéletemben. És a lányoknak van egy ilyen spirituális énje, ami azért nagyon csodálatos, mert ő egy gyógyító ember, nem ez a kamu gyógyító, hanem, hát úgy értem ne, hogy azért, hogy a kézrátételes történetről beszélek, hanem ő most például azért dolgozott kint egy évig Angliába, hogy megkeressen olyan pénzt, mert ugye nem, tehát nem abból, én csak bizonyos fokig tudom támogatni, mert ugye egyedül neveltem fel 6 éves korától, hanem ő elment Bali-szigetére, Indiába, nem azért, hogy szórakozzon, hanem ezt az ajurvédás alternatív gyógyításba, tehát ő kimondott orvos emberek között tanul most is. Az utolsó filléret, amit megkeresett, az arra szánta, hogy ő hisz abban, és ezt én tapasztaltam is, hogy ő neki van egy ilyen gyógyítói vénája, ami hihetetlenül igaz. Tehát nem, orvosokat nem lehet természetesen az életünkben kizárni, de ha összehozzuk az alternatív gyógyítást, ami egyre inkább elfogadott és elismert már Európában is, nem csak Ázsiában. A lányom azért ment ki Bali-szigetére és Indiába, hogy onnan igenis egy nagyon masszív tudással érkezzen vissza. Megtehette volna biztos itthon is a tanulás, de neki ez volt a nagy álma, hogy ő amúgy is egy nagyon-nagyon, ő egy világutazó, tehát ő nem az a gyűjtögető hangja, mint én. Én nagyon-nagyon más típus vagyok, mint a lányom, én egy nagyon túlzottan precíz, túlzottan pontos és fegyelmezett, a lányom is az, ő is az, csak éppen a közben úgy érezte, hogy neki a világba is meg kell ismerkedni több kultúrával, és ha ő erre megkereste a pénzt, dolgozott érte, és most megteheti azt, hogy kim van 3 hónapig Indiába, ez azért teheti meg, mert ő ezért megdolgozott, tehát senki nem adta neki ajándékba, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ő ebben remélem nagyon sikeres ember lesz, hiszen amikor idehaza volt a születésnapomon, egy csomó barátomat, barátnőjémet megkezelte, olyan hihetetlen módon, hogy mindenki azt mondta, hogy ez valami fenomenális érzés. Az egész testünknek való hatás, az egész, amit a Niki sugároz, mert Nikinek hívják a lányomat, amit a Niki sugároz magából, az a hit és szeretet és az a nyugalom, ő nem ez a vibrálós, mint én. Én bennem sok az impulzív és kicsikét, hogy úgy mondjam, igen, ez az impulzív, ez a jó szó. A lányom is az, nagyon vidám egyéniség, olyan, mint én, hát ő is, én is a vidámságtól vagyok, meg a vehemenciám kicsit talán nagyobb, de ő benne van egy mérhetetlenül gyógyító ember, mi voltja, ami én nem tudnék lenni. Tehát nekem
bennem ez nem fejlődött ki, valószínű, hogy ő rá, nem tudom ez hogy hatott, de már kislány korában mondta, hogy ő vagy orvos szeretne lenni, vagy gyógyító, csak a vért nem szeretné látni. Tehát ő, nézd meg, itt nem operálni fog, és nem ilyen körökben, hanem ő hisz abban, hogy a lélek, ha az rendben van, ezzel tudom, ilyen nagy szavak, akkor a testünk is rendben van, de ehhez kellett egy olyan komoly tanuláson végigmennie Balin és Indiában, és egy hónapos tanfolyam még hátra van, és minden nap reggeltől estig megy a tanfolyam, egy olyan meleg légkörben, hogy most mondta a lányom pont ma Skype-on, hogy azt a párát, azt a nagyon meleget kezdi nagyon rosszul viselni. Tehát rettentő nehéz, de végigcsinálja, mert szeretné teljesen a diplomát, hát ez egy ilyen okleves diplomával járó dolog, és nem mindegy, hogy tényleg Indiában végezte ezt el, vagy pedig bárhol a világban. Én nagyon büszke vagyok rá, és nagyon kívánom neki, hogy boldoguljon, és olyan körökbe kerüljön majd be, Isten segedelmével, hogy ő ebben sikeres ember lesz, mert orvos és az alternatív gyógyítás, ez a kettő, ennek valahol találkozni kell. Hát a lányom messze van a médiától, ő döntött így, nagyon jól tette, ugyanis én végig nem szerettem volna nézni azt, amit én itt csinálok, mert én ezt végig küzdködtem, végig szenvedtem, de azért örömmel csináltam, boldogsággal, most is ragaszkodok a pályámhoz, most is énekelek, most is szórakoztatok, én még hozzá majd lacsinál, ezt most kicsit előre mentünk az életkel, de énekoktatást csinálok, 7. éve vezetek 4 helyen, 2 zeneiskolában és 2 kultúrházban Budapesten énekoktatáson vagyok, és nagyon-nagyon jó érzés, hogy nem csak énekesnél vagyok, nem csak a szórakoztatóiparban vagyok, hanem a lányom is mondta, hogy büszke rám, hogy a pedagógiai vénámat, az emberekkel való foglalkozás, úgy lehet csak az emberekkel való foglalkozás, ez valószínű, hogy nekem is megy, ezt a növendékeimen látom, hogy szeretnek, és a lányomnak meg szintén az emberekkel kell foglalkozni. Tehát van ilyen típusú ember, aki nem képes arra, hogy beül, és ott ül reggeltől estig egy írógép mellett. Mert nem így alakult ki az életed, de ő is boldog lehet, nekem van könyvelő barátnőm, imádom, szeretem, itt üzenem neki, nem tudom, hallgat-e, Tóth Ildikónak hívják, aki egy csodálatos ember. Na ennyi, a lányomra visszatérve, mert az Irénkel nem a barátnőmet kérdezte, bocsánatot kérek, hanem a lányom egy gyógyító, alternatív, hát mondhatom azt, egy csodálatos emberke, és ebből remélem, hogy jól fog élni, remélem. Dancsirén kimerítő választ kapott. Hát elég kimerítő, kicsit eltértem az én világomba is, elnézést kérek, a kicsit több és volt. És egy másik kérdés is. Közben itt azt írja Irénke, hogy hát nagyon érdekes, köszönöm szépen a választodat. Nagyon szívesen, Irénke, mondd meg. Van egy következő, az pedig T. Feri 789 kérdezi, hogy sajnos én egy súlyos autó balesetet szenvedtem, írja, rajtunk kívüli okok miatt. A kérdésem, van kilátás május 1-én egy soproni fellépésedre, akkor a gipszes lábammal elmegyek meghallgatni. Jaj, de aranyos. Jaj, de kell. Hall ilyenkor belőtt, amit én mondok? Hall ilyenkor? Hogyne? Hogyne? Hogy hívják őt? Mondja? T. Feri. Nagyon kedves tőled, hogy komolyan mondom, még a balesetes lábaddal is eljönnél, és ráadásul Sopron az egész Kisalföld, az nekem ráadásul a szívem csücske, ugye, mert én győri hölgyemény vagyok, vagyis lány, bocsánat, a 60 évben, mert győri lány vagyok, tehát én Győrben születtem, és nagyon-nagyon szeretnék már régóta ismét Sopronban lenni. Egyébként nemrég voltam, csak nem fellépésen, hanem az egyik televízió csatornán kaptam, az ottani televízió, tudod, ilyen nyereményért játszottunk egy tévéműsorban, és akkor kaptam Sopronban egy ilyen ott kétnapos lehetőséget, hogy nyaralhatok, de őszinte legyek, a május 1-én idáig gyöngyös, bocsánat, elnézést kérek, összekeverem, más égtájékon vagyok, tehát nekem Budapesten is azt hiszem, most nincsen ott ezt a kezembe, de Sopronban, ha hívnának, ha valaki most hallja, hogy karda beállt, valaki szeretné, hogy Sopronban énekeljek, valószínűleg tudnám egyeztetni,
mert az, akkor lehetne mondjuk a soproni fellépésem délután, a másik este, de idáig nem kaptam még felkérést, pont május 1-ére Sopronba, és ahogy így emlékszem a mostani hónapokra, soproni ilyen előzetes felkérésem jelenleg nincs, úgyhogy Feri, ha... Feri, ugye? Ferinek hívják. Igen, Feri. Üzenem Feri, hogy nagyon örömmel venném, ha leszek Sopronba, és valahol meghallod, és ott leszek, akkor kérlek, hogy gyere oda, és mondd el, hogy a Nosztalgia Rádióban te mondtad azt, hogy május 1-én szeretnéd, hogy ott legyek Sopronba, külön köszönöm. De most május 1-én idáig még nem kértek fel. Azt írja itt közben, hogy csodás vagy, írja Feri. Na! Édes pofa, te meg nagyon kedves vagy. Köszönöm. Kérdeztek közben, hogy mikor jössz Sopronba, de hát ez egyelőre nem. Hát jelenleg idáig most nincs még arra sajnos dolgom, meg nem is kértek oda speciál, oda fellépésre, még nem kértek fel mostanában, de remélem, hogyha leszek, akkor neked elmondom, írja meg a Feri neked a elérhetőségét, jó? És akkor... meg lehet hírben neki közölni, tudjuk majd, hogy mikor leszek Sopronba. És üdvözlöm a soproniakat! Mindenkit! Nem csak Ferit, hanem egész Sopront üdvözlöm, mert nagyon szeretem azt a környéket, kifejezetten imádom Sopron, és nem olyan régen ott voltam, egy fél éve, ott, amikor a hotelben, abban nagyon szép Sopron hotelben ott voltam, mint ajándékképpen kaptam a tévésektől, de szeretnék, hogyha hogyha lenne valami kulturális esemény, és engem is felkérnének. Nem, hát... Szigetvárról, ugye? Hát már régen beszélgettünk erről, ugye? Sigetvár, igen, Szigetváriak, ha valaki hallja, adja át, hogy meghívhattok engem egy nyári szabadtéri előadásra. Nem, a művészek, sokan vagyunk művészek. 10 millióan élünk talán ebben az országban, talán még kevesebben, és nem tudom, észreveszitek-e, mondok egy kicsit humorosat, ami kicsit nem is olyan humoros, lassan 5 millió énekes lesz. Jól mondom? Tehát nagyon sok. Hát igen, nagyon. Hát ha figyelitek, akkor a rengeteg tehetségkutató versenyből mindenki énekes akar lenni, mindenki már akar lenni, és legyek őszinte, nagyon sokan vagyunk, ez a kis ország ezt már nem bírja el. Nem bírja. Úgyis majd kérdezlek a véleményedet, de zenélünk egy kicsit. Két dalt megint leforgat itt nekünk Gyula, méghozzá maradunk a fesztiválnál, mert ha jól emlékszem, a 69-ben ott mindig tanul az ember. Azt ugye, imádtam. Tudod, ki írta azt a dalt? Ezt muszáj elmondanom. Na. Volt Péter a Wolf Kati apukája. Csodálatos, hát ez zseniális ez a zenész. Wolf Kati apukáját amúgy is nagyon szerettem kislánykoromban, hát akkor még csak 19 éves voltam, aki most tudod meg a csillagszület, a X-faktorban, tudod, a Wolf Kati, amik nyilván emlékeznek rá, hogy ő volt az egyik az első ötbe benne volt, és ezt a Mindig Tanult Ember című dalomat nagyon szerettem, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezt lejátszod. Mindjárt, és utána egy tessék választani is dal 70-ből, hát mondd csak meg nekem, hogy miért akartál te vándorcirkuszos lenni? Jaj, mert a színészet is vonzott engem, nagyon. Én még a mai napig, most ne nevessetek ki, kicsit furán mondom, sajnálom, hogy nem kértek még fel ilyen szériás tévéműsorra legalább. Én olyan áttélő képességem van, ha most komolyan mondom, bele tudom annyira egy másik ember életében érezni magamat, tehát hogyha most arról lenne, itt vagytok? Jaj, meglöktem a gépem. Jaj, meglöktem a gépem elnézést, és a gesztikulálásaim, azt hittem, hogy szétmentünk. Nagyon nagy a beleélő képességem, hogy színészetileg nem tudtam ezt bebizonyítani. Ettől egy kicsit szomorú vagyok, de az, hogy egy cirkuszi élet, az is vonzott. Az is vonzott, csak az nagyon merész, ahhoz nagyon ügyesnek kell lenni. De ez az egész vándorcirkusz, és ezt úgy értettem, hogy belenézni a művészetnek a tágvilágába. Tehát nem csak énekesnek lenni, hanem színészetileg is jól lett volna belekóstolni az életbe, és akkor még táncolni. Hát igen, lehet, hogy most a fiataloknak nagyobb a lehetősége ezekben a körökben, mint én, aki már 30 éves vagyok. Nem baj, így is boldogulok azért remélem az életben, de a fiataloké a jövő, ezt be kell látni. No, ezt közben elmondom, és jön a két dal. Okay.
annyit ír itt, hogy köszönöm szépen a kielégítő válaszodat, legyen szép hétvégéd. Neked is legyen szép a hétvégén, és köszönöm. Kérjük Gyulát, akkor jöjjön ez a két dal, mindig tanul az ember, és vándorcirkuszos szeretnék lenni. Nem élünk szebben, mint bárki más, de hidd el ebben, a sors hibás, hiszen mi még csak ismerkedünk, idő kell hozzá, hogy jók legyünk, de mindig tanul az ember, s ha elles valami jót, már tapsol, hogy ilyen boldog sosem volt. Ha szebbét teszel egy percet, egy napra az is elég, de már is keresd a holnap örömét. Van sok hibám, kivethet érte, követni rám. Ki tudja mindig, hogyan helyes, még senki nem volt tökéletes. De mindig tanul az ember, s ha elles valami jót, már tapsol, hogy ilyen boldog sosem volt. Ha szebbét teszel egy percet, egy napra az is elég, de már is keresd a holnap örömét. Nem élünk bölcsen, van sok hibám, kivethet érte, követni rám. Ki tudja mindig, hogyan helyes, még senki nem volt tökéletes. De mindig tanul az ember, s ha elles valami jót, már tapsol, hogy ilyen boldog sosem volt. Ha szebbét teszel egy percet, egy napra az is elég, de már is keresd a holnap örömét. Miben gyökerezik, hogy nem érdekel semmi komoly dolog, én ehelyett folyton csak álmodozok. Vándor cirkuszos szeretnék lenni, hóban esőben a cirkusszal menni, ez lenne az igazi szenzáció. Bye.
gyöngébb az érvelésem. Úgy látszik, egy érzés megzavart. Ha-ha-ha-ha, semmi sem szórakoztat. Több rengeg óra hosszat. Ám ez az állapot csak egy bizonyos pillanat. Újra itt vagyunk akkor, és hát fesztiválos dalok voltak, bár a tessék választani, az mondjuk ugye nem kifejezetten fesztiválos dal volt. A Nem Bolondság című dal, ami szintén fesztivál, viszont nem beszélünk még a fesztiválokról. Most ugye az első az, én az interneten egy jó pár helyen, most nem tudom melyik az igazság, nagyon írják ki, hogy most tulajdonképpen 1967-ben volt az első a Csuda jó fej. Így van? Ezt jól tudom? Ez színigaz! Ez színigaz! Mert valahol ezt nem jó van írva. Bocsánat, várjál, már én is kezdek kicsit megkeveredni. Olyannyira zavarban vagyok ebből a dátummal, hogy nekem volt még, hát nagyon, én voltam azt hiszem, a leges-leges legfiatalabb én voltam a fesztiválon. Bevallom őszintén neked, nálamnál már csak a Fenyvesi Gabi volt egy évvel idősebb. Én voltam, azt hiszem pontosan így van, 67-ben 17, a Fenyvesi Gabi volt a 18, és mindenki mondta, hogy na ez a kicsi lány, már mint én, Karda Bea, én voltam a legkisebb kislány. Na most tudod, a dalokat akkor nem mi választottuk. Igen, érdekes az élet, hogy
mi ránk és ránk osztották. Hát egy csupa véletlenen múlt az életem, hogy lehet, hogyha én választhatok, akkor lehet, hogy nem pont a Csuda jól felcsímó dalt választom, amit életemben először énekeltem a fesztiválon, de nem bántam, mert nagyon aranyos volt, csak éppen, éppen hogy nem tudtam vele igazándiból nyerni. Na most őszinte legyek, nekem az egész nyerésről annyi a véleményem, hogy sokszor tudom mondják, hogy a részvétel is fontos. Olyannyira, hogy ez igaz, mert én a mai napig itt vagyok ebben a művészvilágban, a mai napig élek, dolgozom, valaki pedig hiába vitt sikere egy dalt, már vagy sajnos nincs köztünk, mert önhibáján kívül, tehát vagy már sajnos nem lehet közöttünk, mert sajnos elhúny, vagy pedig már föladta, mert inkább választotta a családi életet, vagy éppen elutazott külföldre, vagy gyerekei lettek, vagy nem tudom, vagy családanyának választotta magát, vagy választotta azt a hivatást, mert az is az különben, de én azt tudom erre mondani, hogy a 67-ben énekeltem először Tánzal Fesztiválon. Azért merem kimondani, mert már annyira folynak össze az évek, hogy engem nem zavar. Semmilyen kor nem zavar. Láttam én már nagyon megöregedett 37-40 éves nőt, és láttam nagyon fiatalos, tüneményes, olyan, most ne nevessetek ki, a közönség most ki fog nevetni, aki hallgatja a rádiót. Éppen most ünnepeltünk egy 87 éves tüneményes hölgyet. Azért mondom, annál fiatalosabb, bombázóbb, aranyosabb, fiatal nőt nem látott a föld. Tehát erre mondják azt, hogy meg lehet öregedni 37 évesen is, és lehet tünemény tiszta aggyal belenézni a világba úgyis, akár 80 évesen, hogy íme, és kizen minden fellépésemre eljön. A Tóth Ildikó barátnőm hozza a nagymamáját, és mindenhova eljön, ahol fellépek. Hihetetlen, most ünnepeltük pontosan egy hete, a 87-ét. Tehát azért mondom, összefolynak itt a korok. Nincs mit szégyelni. Hál' Istennek, most már büszkén bevallom, hogy én 69-ben kaptam hivatásos működési engedélyt. Ezt sokáig nem mertem bevallani egy darabig, mert ugye mi ezért megküzdöttünk, megdolgoztunk, nekünk ezért vizsgázni kellett. Gondolj bele, és most a mostani énekeseknek semmilyen vizsgát nem kellett tenni. Oda megy, elénekel, mit tudom, két dalt, jó, meg kell küzdködni, azért nem könnyű egy ilyen tehetségkutató versen, szóval nem könnyű. Én nagyon-nagyon-nagyon imádom a fiatalokat, és nagyon nézem őket. Ha nem vagyok itthon, felveszem videóra, tehát én nagyon figyel, minden tehetségkutató énekes versen figyelek, és rám nagyon jó hatással van az, hogy a 16-20-25 évesek milyen tehetségesek, de azt is hozzá kell tenni, hogy én 40 évet végig dolgoztam. 40 éve vagyok ezen a pályán, és ha most azt mondom, hogy én szeretnék még tovább, akár mint énekoktató, akár mint előadó művész, vagy szórakoztató iparban, aki a közönségnek a hangulatát feldobom, mert erre én hál' Istennek úgy tudom, hogy képes vagyok. Tudod, hányszor hallottam azt a mondatot, amikor elmentem egy fellépésre, hogy művésznadrága, de jó, hogy magát hívtuk, hiszen maga nem csak, hogy énekelni tud, hanem olyan hangulatot csinál, szóval igen, a hangulatteremtés, ez egy külön műfaj, Lajcsi, az egy külön műfaj, érted? Hát nem elég, hogy odaállsz és énekelsz, hanem a közönséggel való kontaktus, amikor belevonod őket, amikor igenis hozzászólhatok. Így van. Olyan teszem a mikrofont, beszélgetek velük, megtáncoltatom, kommunikálok velük. Nekem nagyon emberközpontú az életem. Én valahol nagyon örülök, hogy ezt a hivatást választottam, bevallom őszintén tiszta szívből. Tisztelek is ezért, mert mindenkit, aki akkoriban élt benneteket, énekeseket, előadó művészeket, mert olyan korban éltetek is, és vagytok, hogy fantasztikus, hát hiszen micsoda nevek voltak itt a magyar könnyűzenei életben, micsoda pesgés volt azokban a 70-es, 60-70-es években. Fantasztikus. De a nosztalgia világban tudod, hogy már sajnos milyen sokan nincsenek itt. Hát ugye nem beszélve. Sír a lelkem, hogy úristen, ezt komolyan mond, ennyire veszítjük el a legtehetségesebb kollégáinkat. A szívem szorul néha össze, hogy ez igazságtalan, de az idő megy. Az idő megy, és
én is kaptam egy intőjelet, hogy úgy kell gazdálkodni az életemmel, hogy minden egyes pillanatát élvezzem ki, vagyis örömmel. De olyan jól esik, amikor elmegyek egy fellépésre, és tényleg oda jönnek, hogy ezt nem is hittük volna. Júj, de jó, hogy önt hívtok, és de jó, és akkor mondom, hogy tegezzél, légy szíves. Nekem a 15 évestől kezdve a 105 évesig megkértem mindig, hogy tegezzenek, nem bírom ezt a magrázódást. Attól én még fegyelmezett énekesnő vagyok, és művésznő vagyok, csak mindig kérem, hogy tegezzetek le nyugodtan. Én attól még tartom magamat. Tehát ez, tudod, az angol nyelv az milyen, mindenki jó. Tehát nem te vagy ön, hanem jó. You are, tudod, az angolban. Tehát én abszolút, és nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog, hogy én még a mai életemben, 2011-ben itt lehetek, bár tudjuk, hogy nagyon sok a tehetségkutató verseny, és 67 az nagyon régen volt, mert előbb ugye itt kezdtük ezt a beszélgetést, hogy 67 volt az életem első fesztiválja, és utána sok éven át nem tudtam egy átkozott díjat besöpörni. Nagyon el voltam keseredve, de nem mutattam, hanem büszkén felléptem a kevésbé jó dalokkal, mert rám kosztották. Ez olyan érdekes, hogy én minden dalnak örültem. Tehát én egy ilyen tisztelettudóan megköszöntem, tudod, hogy de boldog vagyok, hogy felléphetek. Tudod, csodálatos dolog volt, hogy én ezért dolgoztam, és hangképzésre jártam évekig az ország legjobb három olyan hangképző tanárnőjénél tanultam, sajnos már egyik sem él közöttünk. Tehát én már végigjártam az iskolát hangképzésből, előadásmódból, tehát én már joggal mehetek tovább azon az úton, hogy én már oktathatok. És a nagy ők, a Bágya András, a Körmendi Vilmos, aki most hallja, hogy kikről beszélek, ezeket az emberek... Tartam majd sorolni majd ilyeneket, hogy Badányi Szenes, Pályer Esnagy... Badányi Vászeres, ezek a csúcs emberek... Ezek olyan csodás emberek, akiktől csak tanulhattam, és felvételvezetést is csinálok, hangfelvételvezetést, a stúdió munkákat vállalok, mert tudom, végigjártam az iskolát, hogy hogy kell egy hangfelvételt, és ezt köszönhetem Körmendi Vilmos úrnak, Bágya Andrásnak, Körmendi Vili még köztünk él, hála az Istennek, úgyhogy csodálatos emberek vettek körül a régmúltban, akik a rádió könnyűzenei stúdiójában felvettek több ezer jelentkező közül. Gondolj bele, azok között volt Máté Péter, Szécsi Pál, Tenyvesi Gabi. Hát ezért is irigyellek nagyon, hogy nem között voltál te is, Bea, szóval... Mondom, és a belegondolok, hogy akikkel együtt indultam, már az egyik kezdemen meg kell, hogy nagyon-nagyon igyekezzek, hogy meg tudjam számolni, hogy ki van még a környezetemben. Aki még itt van, aki még intenzíven dolgozik, él... Azt hiszem, hogy nagyon kevesen vagyunk. Tehetségkutatókról két mondatot, vagy két kérdést, na nagyon kíváncsi volnak a véleményedre. Elmondom az enyémet, amit én gondolok, aztán majd elmondom, hogy mit gondolsz erről. Én mindig elmondom, hogy nagy szívfájdalmam nekem például az, hogy ugye általában 4-5 tagúak ezek a zsűrik, ugye, hogy elnézem ezeknél a tehetségkutatóknál, nem nagyon van több. Na most azért, ha visszagondolunk, egy az, hogy nem egy tartott kevésnek, én ahhoz képest, hogy a Tándor fesztiváloknál azért jóval több zsűri tag volt, ez az egyik, hogy én kevésnek tartom magát a zsűri tagokat. Második, ami a szívfájdalmam igazán, hogy miért nem, ha már valahol a fesztiválok utódja ezek a tehetségkutatók, nevezzük ugye annak, miért nem próbálják meg a zsűri tagokba olyan embereket meghívni, mert én olyanokat nem láttam idáig nagyon, akik azért valamikor valamilyen fesztiválon, akár te, akár az Aracki, lehetne sorolni sokat, én egy olyan embert nem látok zsűrizni a mai tehetségkutatókba, akik valamikor bizony a fesztiválokon énekeltek. Ezt nem tudom, hogy miért van, vagy nem vállalják el, vagy fel se kérik őket. Én ezt fájlalom, hogy megérne és megérdemelnétek, mert te is közéjük tartozol szerintem annyit,
hogy az már más kérdés, hogy elfogadnád vagy nem, hogy legalább fölkeresnének és olyanokat választanának zsűritagoknak, akik azért valaha legalább a Zacsi, pont a szívfájdalmamról beszélsz. Pont erről beszélsz. Ez hihetetlen. Mint hogyha belelátnál az agyamba, hogy borzasztóan egyetértek. Mi azért megjártuk a hadakutyát. És számtalan nemzetközi táncdalfesztiválon nagyon-nagyon-nagyon sok láttam, hogy ott milyen a nemzetközi zsűri előtte érkezett. Van, így. Nekem számtalan díjam ott van, amik erkölcsi értékűek, nem anyagi értékű volt, hozzáteszem. Tele van a vitrinem legalább 12 fesztivál díjjal. Gulácsik nagyon megtisztelt a magyarországi Interkoncert, akkor még létezett az Interkoncert, hogy kiküldtek egy csomó fesztiválra. Hát nekem nem csak Magyarországon volt tapasztalatom, függetlenül én, aki nagyon sokáig nem tudtam nyerni Magyarországon fesztivál díjat, de kárpótolt a rengeteg külföldi. Gondolj bele, Írországból hazajöttem úgy, hogy két angol helyezett után egy harmadiknak egy magyar énekesnő jött haza 1977-ben. És hatalmas címlapok oda volt írva, hogy a nem tudom milyen, tudod, abból a másik világból, hogy akkor még ugye hát más világot éltünk, oda volt írva, hogy a szőke ciklona nem tudom milyen blogból érkezett, tehát magyarán mondva, én akkor hivatalosan ki voltam engedve még 77-ben, hogy hivatalos kiküldött voltam Magyarországról, de a szőke ciklon ott énekel, és két angol helyezett után el tudtam egy angol nyelven énekelni egy dalt úgy, hogy harmadik helyezést kaptam. Tehát ezekre olyan büszke vagyok, és Magyarországon a saját hazámban azért jövök haza, és hát valahogy nem sikerült. Na, de azt tudod, hogy megtört a jég, mert végül is 94-ben, amikor Zambó Jimmy-nek kapott egy dalt, az a bizonyos Segíts Istenem, tudod, ami hát nem... Visszatérünk majd. Arra majd később beszélek, de visszatérek a zsűrizésre. Nekem komolyan szívfájdalmam, hogy tényleg négy ember dönti el. Na ez nekem nagyon nem tetszik, nagyon nem tetszik. Legalább 10 embernek kéne ott ülni, minimum. És őszinte legyek, engem bármelyikre, de főleg az X-faktorra, ha felkértek volna, én olyan mentor lettem volna, hogy én maximálisan át tudtam volna érezni, legalább úgy, mint bármelyik, aki a múltkori mentorságot végezte. Nagyon-nagyon a beleérő képességemmel, a tudásommal, a hangképzés tudásommal, a tanítási módszereimmel. Nagyon szomorú vagyok, hogy nem emelik fel a telefont, és nem csak én érdemelném ezt persze meg, hanem megérdemelni akármelyik velem egy korosztályú énekes, és nézd meg, hogy kihagynak, nem értem, hogy miért. Oda hívnak tényleg egy producer, vagy egy műsorvezetőt, egy színésznőt, nem értem. Így van, és nem megy a fejembe, nem fogom fellépéssel. Jó, igen, ott zenészek ülnek, meg énekesek ülnek, várjál, ott a nagy javarészt zenészek vannak. Na de miért pont 3, miért pont 4? Nem tudom, mi az oka, nem értem, de igenis, hogy a zsűri jobban megoszt, tudod, hogy mondjam, tehát ahogy te látod, 10 ember jobban összetudna, hogy mondjam, a négy ember, aki ott ül, az olyan nagy hatása van a közönségre, hogy nagyon könnyen tudja befolyásolni. Jól mondom, a közönség. Így van, egyetértek, meg akkor először egyetértek. Én nagyon szívesen vállaltam volna, főleg az X-faktorra vagyok nagyon kiélezve, de már, hát úgy tudom, el van már döntve, hogy kik a zsűritagok. És a legnagyobb különbségnek, mondjuk a fesztivál az ugye élő zenekar volt ott mindig, tehát ott élőbe ment. És tudod, mostan a legnagyobb baj, amit én mondok neked, hogy miért nem új szerzeményeket énekelnek el? Na miért nem tűnnek fel legalább 20 zeneszerzőt, mondom 20-at legalább, vagy 10-et, bocsánat, 10-et. A legjobb 10 énekes, aki bejut, az miért nem komponálhat legalább egy adásra vadonatúj dalt, és akkor nem csak az énekes viszi a bőrét a vására, hanem a zeneszerző, hogy tud előadni egy vadonatúj dalt. Jól mondom? Hát igen. Úgy hiszem, hogy ezek a mostani fesztiválok, itt előveszünk egy jó kis külföldi dalt, meg egy jó magyar számot, ami hatásos, és akkor azokat elénekeljük. Jó, ez sem könnyű biztos, mert ehhez is nagyon komoly tehetség kell, én tudom, és én
nagyon tisztelem a tehetséget, de vadonatúj dalokkal kellene már végre előjönni. Ez a jég, ez még nem tört meg, ez még, látszik, ez még messzebb van, de a zsűrizésre való nem felkérés, ez engem bánt, megmondom őszintén bánt, mert én 7. éve csinálom ezt az Énes stúdiót, és annyira átéreztem végig azt a 4 embert, a Geszti Pétert, a Malekot, a Keresztes, meg a Beatrics és Nagy Ferót. Én annyira el tudtam volna képzelni, hogy igenis, egy régebbi énekes, ez esetben például én. Ha Feró ott tud lenni, a 63 évével, akkor miért nem tudtam volna ott lenni? Egy régi tapasztalt énekesnő. Így van. Nem tudom, mindegy, nem fogok azért a saját kardomba dőlni ettől, az egy dolog, de jól esett volna, hogyha mindegy, nekem más terveim vannak, majd azokat elmondom a terveket később, ha gondolod. Emlegettünk zeneszerzőket, viszont szerinted mi az oka annak, beasztaltán a zenénünk majd megint, hogy ha ugye én soroltam már ilyen neveket, Bradány Iván, Szenes Iván, Pályer, Est Nagy, Vándor, Kálmán, Bátyatás, ők a régiek. Nem nagyon látok zeneszerzőket se. Nem tudnák felsorolni kettőt talán, vagy hármat. Igen, vannak pedig, várjál, vannak az új, azért vannak új tehetséges zeneszerzők. Biztos, hogy vannak, sőt, tudom. Nem azt mondom, nincsenek, de ilyen kiberű zeneszerzőket, szövegírókat, valahogy szerinted nincs megfelelő utánpótlás ebből, vagy... Szerintem van, csak szándékosan majmoljuk ezt a nyugati világot, nem? Előveszünk 2 amerikai dal, és akkor meg 2 angol számot, és lassan felejtjük el a magyar dalokat. Én növendékeimmel látom, hogy majd 3 dalból minimum 2 angolt akar énekelni. Magyart senki nem akar énekelni. Alig akarnak magyar számot énekelni. Pedig igenis, hogy annyira sok értékes zeneszerzőről nem is tudunk, vagy hogyha van is, saját magának megírja és előadja. És még azt sem lehet befuttatni, mert már annyira nincsenek azok a rádiók. Nem tudom, figyelted, hogy már az összes ilyen azok a fajta rádiók már inkább 90%-ig inkább a külföldi melódiákat, a külföldi slágereket. Ezért fel is léptetek, ugye, alá is jó pár zenész, ugye, hogy kevés magyar dal hallatszik különböző médiában, ugye. Na hát a nosztalgia rádióról ez nem mondható el, mert Istenek, hogy itt vagytok ti. Rengeteg magyar. Itt vagytok ti, akik a nosztalgia rádió odafigyel erre. Komolyan mondom, ez nagyon-nagyon-nagyon... Annyit elmondok, mert beállnak, nem most ezt ugye a hallgatóknak mondom csak, hogy ne csak mi tudjunk beáról szinte mindent, hanem Bea is tudjon valamit rólunk. Ez a nosztalgia oldal, maga az oldal lassan 10 éves lesz, ha jól emlékszem. És maga a rádió az a 6 vagy 7, valahogy így vagyunk, és mi az, hogy most itt hívunk téged is, és hívjuk ezeket a régi motorosokat, ezt felvállalta most a Nosztalgia Rádió azért is, mert nem csak azért, mert adjuk a nagyon sok magyar dalt a rádiónkon, hanem igenis szeretnénk továbbvinni, megismertetni a maiakkal is azokat a régieket, a titeket, azokat a régi motorosokat, mint te is, akik vagytok, mert én úgy veszem észre, hogy ha nem adjuk tovább, szóval hogy mondjam, a mai zene is, azt mondom én is, hogy haladni kell a korral. Ami sokan azt mondják, volt, ami volt, az volt egy korszak, kész, felejtsük el most a... Le lehet porolni, és elő lehet venni, meg lehet nézni, hogy ilyen is volt. De hát én azt hiszem, hogy a mai dal is, a mai zene se lenne ott a múltunk nélkül. Tehát modern feltenni a régi dolgokat, és mi ezt felvállalta ezt a Nosztalgia Rádió, hogy megkeresünk benneteket, megpróbálunk. Hát, nagyon köszönjük. Hogy vagytok ma, mi van veletek? Mert őszintén szólva, ugye nincsenek megfelelő olyan média sem, ugye valamikor elfogytak a rádió adók, ugye nincsen. Valamikor a Sláger Múzeum ezek megszűntek, kész, vége. De tévében sincsen, nézd meg, nincs a Pulzus, nincs az 1 millió fontos hangjegy. Annyira jó volt, ez annyira jó volt, igen. Szóval nincsenek könnyűzenei műsorok se szinte.
Szóval nagyon nagyja. Van egy retros tévé azért a M2-esen, ott azért betesznek tőlük. Azt én nézem is. Na de hát, az tehát nem egy. De egy. Ennyi. És itt vége. Rádióban miért nincs ilyen? Itt vagytok ti, hál' Istennek. Értem, hát, szóval... Igen, úgyhogy csak szerintem jó lenne, ha még többen tudnának erről az oldalról, erről a rádióról. Őszintén sok internetes rádió létezik, rengeteg van. Biztos. Ilyen kaliberű szerintem, mint a Nosztalgia rádió, nem akarok itt most tényleg azért hazabeszélni és most reklámozni, de nem hiszem, hogy túl sok ilyen rádió lenne. Azok kevesek között vagytok biztos, akik erről ezt csinálják, és visszatekintetek a múltba, és nekünk ez nagyon megtisztelő, akinek ez szimpatikus, hogy ezt hallgatja, és bele kíváncsia. Egyikünk, tehát nem kapunk ezért semmiféle fizetést, itt mindenki a is vezet az oldalon. Barátilag vagyunk itt. Így van, kedvünk van hozzá, nekem jól esik elmondani a múltamat. Éppen örülök, hogy ma így alakult, hogy most nem jött be a fellépés, vagy most éppen ráérek, itt vagyok. Legyek őszinte, ez nagyon jó dolog, és tudom, hogy sok művész, aki viszont lehet, hogy nem azt mondja, hogy inkább nem beszél, vagy nem akar beszélni a régmúltjáról, mert nincs kedve, mert őt lehet, hogy fáj neki, hogy az a múlt elmúlt. Azért, hogy van olyan, aki nem szeret el, tudom. Én tudok ilyenről, aki nem akarja, mert ő már sajnálja, hogy ő már kicsit nem tudott tovább lépni a jelenbe, és már nincs a jelenéből mit mutatni. Azért fájlalja a múltról, meg már így nem beszél szívesen. Én hál' Istennek, nekem a 2000-es évek után is van olyan felmutatni valóm, amire büszke vagyok, ezt majd gondolom kicsit később belecsillogtatunk, ugye belemutatunk, okay. Hogy ne. Hogy zenélünk, mert itt hát ha sokat beszéltünk most, okay. Egy kicsit zenélünk, még hozzá, ha jól látom itt sorrendben, ahogy én ide tettem. Na, ez egy érdekes dolog. A Jöjj és fogd a kezem című dal jön, ami egy 77-es Tándor Fesztivál, és úgy találtam ezt, hogy tartalék. Mi volt az, hogy tartalék volt ez a dal? Na hát ez rettenetesen rosszul esett. Jó, az életem egyik legfájdalmasabb. Szóval a pályámon kevés fájdalmas dolgot értem meg, őszinte legyek, az, hogy a döntőbe eljutottam, de nem nyertem, az első három dobogóra nem kerültem fel. Ez bevallom őszintén bakpicsá, nem tudom másképp mondani, ahhoz képest semmikula, amit akkor megértem. Én komolyan mondom, ahhoz, amit most itt elmondani dióhéjba. Sokan voltak már biztos olyan helyzetben, hogy valahova felkérték, csak megmondták, hogy itt van, mit tudom én, egy bizonyos munka, de hogyha betelik a munka, akkor vegye úgy, hogy ő hiába volt jó, 10 ember bekerült, de 11-nek már nem tudjuk felvenni. Tehát ez egy olyan dolog volt, hogy volt, mit tudom, 22 dal felvéve, vagyis megrendezve a színházi eseményre, a József Attila Színházban volt éppen a Made in Hungary, soha nem feleltem el, és 23. nap kitalálta akkor az akkori rádiós főnök, mindegy, hogy hogyan alakult, régi sztori már, és bevallom neked őszintén, nem is igazán tudtam arról, hogy én tartalék leszek. Ebbe ez a szomorú. Nem tudtam, hogy hanyadikra vagyok felvéve. Lényeg az, hogy felénekeltem a dalomat a rádióstúdióba, hogy ez majd meg fog jelenni, és eléggé utolsó percben megtudtam, hogy a 2011 dal el fog hangzódni a József Attila Színházban, és ha valaki netántán lebetegszik, meghal, balesetet szenved, akkor én leszek a dalom alatt tartalék. Hát ne tudd meg ezt az érzést, én akkor soha nem felejtem el, József Attila Színházba oda mentem, sőt álltam, ennél nagyobb megaláztatás kevésért az életben, eléggé előtte tudtam meg egy pár nappal, hogy én vagyok a tartalék. Fogozkodj meg, nem voltam hajlandó lesni, hogy ki nem jön el és ki jön el, hanem hátra mentem a József Attila Színháznak egy ilyen hátsó részére, ahol volt egy pad, és elkezdtem sírni. Hát nem csak. És kristáltisztán emlékszem, és megmondom, hogy én nem hagyhattam el a környéket. Amíg mindenki ott nem volt, amikor már azt mondták nekem, hogy ott van mindenki, akkor elmentem haza. Na, és ezt az érzést soha azóta nem éreztem.
életem legnagyobb megaláztatása volt, mióta a pályán vagyok, hogy egy tartalék dalt kaptam. Hál' Istennek azóta nem, azóta csak jó dolgokat éltem meg a pályámon, de hogy ezt meg tudták velem csinálni, ezt megvallom neked őszintén, erről én utolsó percben tudtam meg, hogy az én dalom végülis nem fog szerepelni ott a Made in Hungary című. Csak akkor, hogyha valaki nem jön el, vagy lebetegszik. Érted ennek a... Igen, ha hogy ne. Lényegét? Persze. Nem fog bántani, hogyha most ezt a dalt lejátsszuk azért, ugye? Nem, mert szerettem ezt a dalt. De ennél van egy sokkal kedvesebb dalom. Nem tudod, nincs-e véletlenül meg neked. Azt most hangszereltettem át. Képzeld el! Hát ez annyira nagy kuriózum, hogy én nem sokára fel fogom énekelni, és neked fogom először elküldeni, mert te igazi nosztalgiás vagy. Kézzel van az a dal, hogy szerelemről szóljon az ének, ami nélkül nincs vele. Na fel van a YouTube-on különben, ott vagyok 27 éves, és egy ilyen balatoni parton ott lubickolok, meg ilyesmi. A szerelemről szóljon az ének, ezt most megszerelte egy csodálatos, isteni, modern hangszerelésben egy bizonyos illető, úgy, hogy amikor meghallottam, azt mondtam, te jó ég, hát ilyen korszerű, csodás hangszerelést megcsinálni. Na most gondolj bele, hogy az megvan neked különben? Meg. Van? Na az hogy? A fő kedvenc dalom. A Jöjj és fogd a kezemet is nagyon szerettem, független attól, hogy ez csak tartalék volt. Hát akkor játsszuk le. Jó? Jó, akkor jöjjön most, akkor jöjj és fogd a kezemet. Így van. Ködös úton bolyogtál az előtt, álva voltál, álmaidat meglopta a sors. Letört virágot, sodor el így a szél, halvány derengés, végre ködös úton bolyongtam az előtt, árva voltam, álmaimtól megfosztott a sors. És a föld.
No, most akkor folytassuk, no, csapjunk bele tovább a lecsóba, hogy a Maja mondaná. Azt mondja, hogy zenélünk mindjárt, de azért egyelőre én kérdezek, ha már Beácska itt van velünk, méghozzá, hogy a fesztiválról kérdeztelek, azt mondja, hogy valamit megtudjunk egy kis, hát nem olyan nagy magán jellegű dolog, tulajdonképpen annyi, hogy az a kis szabadidőd, ami van, ami nem sok van, ugye azért úgy tudom, mivel szeretett tölteni tulajdonképpen, tehát a hobbiról egy kicsit, mi az, ami szeretett csinálni szabadidődbe, egy kicsit erről mondjuk. Oké, Lacsi, figyelj, tudod, ezt biztos sok művész már elmondta a riportokban, hogy az a hivatásom, ami a hobbim. Tehát az a hobbim, ami a hivatásom. Legyek őszinte, ez nálam is igaz, mert valamilyen szinten ezt annyira imádni kell, hogy én sokszor olyankor is dolgozok benne, olyankor is például az én stúdióimmal foglalkozok, amikor már rég aludnom kéne. Hihetetlenül nagyon élvezem azt, hogy olyan emberek között mozgok, akik tényleg fejlődni akarnak, akiknek öröm mámor az éneklés. Tehát én nekem valamilyen úton módon ez az érzelmek kifejezése, ez azt hiszem, hogy az egyik legszebb dolog az életben, hogy énekléssel ki tudjuk fejezni az érzelmeinket. Azon kívül, hogy imádok kirándulni, imádok utazni. Erre mondottam, hogy olvasni, biciklizni. Azt is. Van-e itt valami csipogást hallottam? Várjál, ki csipogott itt, valami csipogott? Nekem jött ez az avast, ez a... Ja, bocsánat, azt hittem, hogy úristen. Na, igazándiból, bevőm őszintén, nekem inkább a színház varázslata, a színházba eljárás, musicaleket megnézni, olyan helyeken járni, ahol még nem jártam. Tehát ez nem kell a világ másik felének lenni, ez lehet akár egy magyarországi olyan környezetre elutazni. De most régen voltam már Debrecenben, és egy barátnőm kérte meg, hogy van-e kedvem vele elutazni, és valószínű, hogy lehet, hogy pont hétvégén ő oda kötődik, és egy nagyon csodálatos divattervező hölgyet ismertem meg, aki nem sokára egy új katalógushoz, és az új modell válogatásához. Hál' Istennek nem csak a tini, 20 éves emberekbe gondolkozott, hanem kellett neki, ő meglátott engem itt-ott videoklipekben, és azt mondta, hogy hát ő szeretne engem megismerni, és akkor a barátságot kötöttünk egy hete, hogy egy ilyen, vele például ők a debreceni, vele nem csak, most már úgy nézem, nem csak munkakapcsolatunk lesz, hanem itt mondta, hogy van-e kedvem elmenni Debrecenbe, én meg, én attól függetlenül szétutaztam magamat 40 év alatt az énekesi pályámon, de azért nekem még mindig, ha privát mehetek, tehát ha privát is mehetek, mert fellépésre is boldogannaná, hogy megyek, de elmenni például nekem olyan, például imádni kell menni Japánba. Most tudom, hogy nem a legaktuálisabb időpont, ezt tudom, hogy elmenni egy olyan helyre, aminek mondjuk Kína, vagy tényleg, ahol a lányom India, olyan helyekre is szeretnék még én is jutni. Hát igen, ez majd még másik történet, de nekem nagyon, az is egy nagyon kellemes kikapcsolás, hogy én például egy olyan szűk baráti körrel, akik, hát sajnos kevesen vagyunk, ez a baj, azokkal elmenni egy szórakozó helyre. Én imádok táncolni, csak sajnos a mikorosztályomnak, akik ilyen mondjuk ilyen 40-60 körüli társaságot nem nagyon látok. Nem tudom, mi történt ezzel a korosztállyal, mindenhol 25-28 éveseket látok, és döbbenten veszem észre, hogy az a szórakozó hely, ami régen volt, hogy 5 órai teát, amikor 5-től 10-ig, vagy 7-től este 11-ig, ezek már nem látom, nem tátom, és alig van, és döbbenet, hogy miért nem lehet, mert a retro diszkóban sem a mi korosztályunk megy el, hanem a Bétót László diszkójában is a 14 és a 24 év közöttiek járnak. Szóval hidd el, hogy a szórakozási lehetőség sajnos egyre jobban apad, nem látom, pedig én boldog. Ja, én nagyon szerettem egyébként kötögetni, az már mondjuk leálltam ezzel a dologgal, kötöttem már sálakat, ruhákat, nagyon imádtam horgolni, de például egy jó filmet megnézni, ez nekem azért jó kikapcsolódás, mert akkor végre, ahogy mondjam, akkor kicsit úgy átszellemülök, kipihenem magam, egy színházban nem sokára készülök,
nem sokára meg fogom nézni például az egyik sikeres musical darabot a barátnőmmel, vagy nem tudom, meglátom még, hogy alakul az élet. Tehát úgy össze kell hangolni, tudod, hogy a fellépésre is jusson idő, ne ütközzön a fellépés a kicsolódással. Megmondom őszintén, meg tudom oldani, tehát mindig mindent meg lehet oldani, csak ugye jó szervezéskészség kell hozzá. Egyébként nekem most úgy néz ki, hogy ha azt mondhatom, hogy mi lesz a legfőbb hobbim, az a menedzseri munka lesz. Már engem idáig az életemben, idáig egy valaki felkért egy menedzsernek, azt nem vállaltam el, de most úgy néz ki, hogy van nekem favoritom az énekstúdiómban, és mindent el fogok követni, hogy belőlük, azért már ugye ketten vannak, már ennyit ők nem, több titkot nem árulhatok el sajnos, mert titokba kell tartanom. Hát én most úgy néz ki, hogy a legszebb hivatásom, a hobbim, az éneklés és az oktatás mellett egy menedzseri munka lesz, és ez mindennapos munka, ez mindennapos. Ez olyan munka, hogy ha már nem lehettem zsűri, mert úgy néz ki, nem kértek fel egyik tehetségkutató verseny zsűriének se, sajnos, se a Megasztárba, se az X-faktorba, akkor úgy döntöttem, hogy ha oda nem mehetek zsűriként, akkor viszont én fogok vinni oda ilyen csodálatos nagy ágyukat, tudod? És akkor a nagy ágyú, meglátjuk, hogy mekkorát fog tudni durranni, mert hogy én nagyon-nagyon, én soha ennyire nem hittem valakikbe, mint amennyire most hiszek, tudod? És csak kicsi az idő, kevés az idő, alig indult el a csillag születik, és már hirdetik az X-faktort, és bevallom őszintén, két olyan emberkéről beszélek, akik úgy be vannak fogva, hogy reggeltől éjszakáig 100 helyen vannak, mindenféle komoly zenei és 4 hangszeren játszó, és eszméletlen komoly iskolai munkákban vannak benne, tehát nagyon kevés a mi közös munkánk, és pedig a tuti győzelemre akartam hajtani velük, de ha nincs kellő, megfelelő idő a munkára, a felkészültségre, akkor ez kicsit labirisnak kezd látszódni, de nem adtuk fel. Nagyon szeretném ezt a menedzseri munkát végigvinni. Most érzem életemben először, hogy erre most erős vagyok. Tehát idáig nem éreztem erre erőt, mert az én magam menedzserlése volt ugye a legnagyobb feladatom, meg hogy éneket oktatok, méghozzá nem is akárkivel, ezt el kell mondanom, aki hallja, az annak örömmel mesélem, hogy a Sasvári művész testvérpárosnak a női tagjával, Sasvári Anna Mária Zorával együtt csináljuk az énekstúdiókat, és ő pedig tudott Sasvári Sándor musical színésznek a testvér, és Zora, a beceneve a kolléganőmnek. Mi már egyébként 40 éve nem csak hogy kollégáknak számítunk, hanem barátnők is vagyunk, együtt nevelkedtek a gyermekeink, tehát az ő kislánya az én lányommal, alig pár év különbséggel együtt nőttek fel, tehát nekünk ez egy olyan szenzációs munkakapcsolatunk, és együtt csináljuk az énekstúdiónkat, ezt a bizonyos nevemet viselő Kardabea énekstúdiót, és most ez a hobbi, ami nekem idézőjelben csak hobbi, mert kemény munka, leszvesebben imádok menni, mondom, tengerparthoz, Balatonhoz, nekem Balaton is nagyon megfelel, kicsit kikapcsolódni barátokkal, nevetgélni, humorizálni, és nem nyavajogni, és elfeledni ezt a sok-sok bánatot, amit körülvesz bennünket. Szándékosan nem nézek egyébként drámai filmeket, az ki van zárva az életemből, nem nézek véres szájú horrorfilmeket, nem nézek... Azt nézed, ugye? Azt nézem! Ott is van egy kicsit vérfolyás, tudom, ott is vannak azért vérengzős dolgok, de a született feleségeket nem hagyom ki. Na most komolyan mondom, ezért engem sokan kinevetnek, hogy egyszerűen kedvelem, most mit csináljak? Hát
Nézem. Angyalozok, hát most akkor ezen is lehet nem neve. Nem, hát szeretem. Azt a végében megnéztem annak idején, a szomszédokat is megnéztem, képzeld el. Az egy remek sorozat az volt. Az egy remek volt. Ezt, jó, akkor lehet, hogy másképp láttam a világot, mert akkor még sokkal fiatalabb voltam, nem tudom, de én végignéztem az összes szomszédokat. Most már nem vagyok sorozatfüggő, egyáltalán nem. Nem, semmi. De a született feleségeket egyszer sem hagyom ki. Ha nem azt vagyok, van, igen. Felveszem a videóra. És nem hagyom ki a Megasztárt se fogom kihagyni, az X-Faktort se. A Csillag születik már kevésbé érdekel. Milyen érdekes? Nem tudom miért. Valami miatt nem izgat annyira. Nem tudom miért. És mondjuk a zenei ízlésedről, mit szeretsz hallgatni, vagy kit szeretsz, vagy milyen stílusú zenét hallgatsz, amikor zenét hallgatsz? No, az a jövők nekem rögtön zene szól a lakásomba. Én már zenére lépek be. Ezt most találkozom, hogy mondom. A milyen stílusú zene az, ami... Amikor belépek, akkor nekem egy rádió szól abban a pillanatban, hazajövök, tehát belépek, engem a zene fogad, de a rádiót lekapcsolom, utána nekem ez a bizonyos kicsit ez a lélekre ható, nyugtató, mert én vibrálós életet élek 40 éve, én egy kicsikét túlzottan zaklatott világban értem ezt a énekesi pályámat, ami most már ugye azért valamennyire nyugodtabbnak tűnik, de itt viszont a túlélésért is megy a harc. Tehát, hogy legyen annyi munka, legyen annyi növendék, fellépés, stb. Tehát itt azért más kaliberű az embernek az ideje. Itt is hallgatsz azért. Micsoda, én hallgatok egyébként musicalt, nagyon sokat hallgatok, igazán van nekem, most fura lesz, amit mondok, 60 éves létemre, én nekem a kedvenc stílusom a funky zene. Tehát én az Earth, Wind & Fire, a George Michael és a Cool and the Gang, szóval mind láttam élőben. Nekem rám ez olyan, Michael Jackson, hát ez a, hadd nem mondjam nekem, a csúcs. Volt olyan időszakom, hogy a Thriller című lemezét, azt volt, képes voltam napokig áttáncolni a lakásba. Tehát egyszerűen, most is, ha beteszek egy lemez, a legjobb fizikai, hogy mondjam, tréningem az, hogy beteszek ilyen dalokat, és végig táncolom, a pici lakásomat, mert kis lakásom van, de olyan hihetetlenül, és a lelkemre ezek a funky zenék, én ezt nem művelem, nem ebből élek, de a funky stílusú zenét, ami kicsit olyan, tudod, az ilyen jazzre elhajlós, picit, tehát a jazznek egy ilyen a funkisabb, ilyen poposabb, a pop jazz funky stílus szeretem nagyon, őszintelenek, ezért vagyok képes elmenni a Éliás Gyurinak, a Éliás Juniornak, meg a bebélyeknek a zenéjére. Ha megtudom, hogy valahol Budapesten ők játszanak, zenélnek, akkor én, ha akár fellépek, akár nem, megjövök vidékről, és oda megyek a klubba. Tehát, és pedig mindenki körülöttem átlagban 28 éves, nem baj, megyünk az én kis társaságommal, és nagyon élvezzük ezt a funky zenét. Ezt ne neves ki, ha megélem a funky nagymama korszakomat, mondjuk, ha megélném, mondjuk, igen, mondjuk, hogyha addig élnék, mint az apukám, édesanyja, az én drága nagymamám, a 85-öt megélném, akkor én valószínű, hogy be fogok állni, még 85 éves koromban is, elég vicces lesz, tudom, egy ilyen funkis helyre. Mert nagyon, ezt a zenei stílust nagyon imádom. És amit a lányomtól kaptam nemrégen, ezek a spirituális, indiai, lélekreható, na az meg a másik oldala a zenei világomnak, ami egy csodálatos, igazi, lelkemhez simuló, a szívemet melengető, csodálatos érzés. Én számtalanszor ledülök úgy, vagy lefekszem, hogy ilyen zenét hallgatok egy negyed óráig, és akkor meg tudok nyugodni. Tehát, hogyha frusztrált vagyok, vagy ideges, akkor nekem ez a zene, beteszem a CD-be, CD-készülékbe, és akkor van egy ilyen lelkemet simogató, nagyon jó zene. Tehát ez a két stílus. Aztán musical-eket is imádom. Nyitott vagyok én mindenfajta zenére, csak az exaltált, elvetemült, túl free jazzre nem. Tudod, amikor így az a free jazz, ami annyira szabad,
hogy már ilyen nyakatekert, az nekem nem az én világom, az engem inkább idegesít, de a poposabb, jazzes, funky zene, hát arra nagyon nyitott vagyok. Szóval kb. A leányzóról is esett szó, hogy jött egy kérés, kérdés. Tudod, kérdés. Cicától, hogy vajon a lánya is Beának olyan szépe, mint te, maga Bea. No, hát egy nagy mit mondhat most erre vajon. De köszönöm, hogy engem szépnek titulált ez a cica. A szépség szerintem, most nem tudom, megint egy közhelyesnek fog hangzani, hogy a belülről jön. Már én láttam már, nem szabályos, nem olyan nagyon, hogy mondjam, abszolút ráncos és nem túlzottan szép nőt, viszont amikor elkezdtem vele beszélgetni, meg a jó indulata, a kedvessége, annyira szépé tette, tehát én nem tartom magamat szépnek, maximum nem vagyok csúnya talán. Ez a kérdés szerintem, mert őről nem nagyon látni fényképet, tehát nem ismer. De megyek a lányomra, igen, és akkor rólam beszél, igen, kérdeztek, olyan vagy, olyan ő el, mint én. A lányom a kettőmből lett összerakva, ugye, az édesapjából és belőlem. Na most legyek őszinte, érdekes módon, a lányom egy ilyen, most ha azt mondom, hogy vegyes felvágott, akkor most nem mond hülyeséget, egy vegyes. Tehát a családunknak legalább 8 emberéből van összerakva. Anyukám, apukám, exférjem, én, egy hihetetlenül a kisugárzása gyönyörű a lányomnak. Tehát ahogy beszél, amilyen kedves, amilyen higgadt, de ugyanakkor van akarata, egyénisége, dinamizmusa, tehát hasonlít rám, azt hiszem, hogy vannak olyan fotói, amiben odanézek, és azt mondom, hogy te jó év, ilyen voltam én, mit tudom, 29 évesen, hát a Niki lányom most 29, és akkor, amikor meg egyszer csak meglátom, akkor azt mondom, hogy jaj, hát ez teljesen más, ez mint hogyha nem is én lennék. Nagyon érdekes, hogy a lányomnak is több arca van. Tehát a hangulatától is függ, a kiegyensúlyozottságától függ, a kedvétől függ, a hajviselététől függ. Én nagyon szerettem, mikor a lányom például szőke volt, de abba hagyta a szőkére festést, mert ő is barna. Úgy döntött, hogy akkor ő most nem követi az anyuka állandó hajfestési rohamait, mert én itt 5 hetente megyek hajfestésre. Így ez van. Szuhaja? Neki is? Hosszú, mint neki Ilyen középhosszú, tehát ilyen cici ígérő, tehát középhosszú. Igen, most növeszti. Volt egy időszak, amikor hirtelen azt mondta, hogy na, akkor most a derékigérőből lesz egész rövid. Hát elájult, amikor szép napon megláttam pár évvel ezelőtt, hogy egy ilyen füligérő haja volt. Hú, mondom, ez nem semmi, de olyan gyorsan nő a haja. Hát ilyen korban még, tudod, nagyon klasszul lehet minden. Valahogy minden másképp működik egy 29 éves szervezetben. Nagyon klassz a kislányomnak az egész fizimiskája. Ő más alkatú, ő magasabb, ugyanolyan vékony, mint én, csak, hogy mondjam neked, egy kicsit más, mert nekem keskeny csipőm van, neki kicsit szélesebb, de ez egyáltalán nem zavaró, mert úgy, ahogy van, csinos. És énekelni ő is szeretne az anyukája? Nem, ezt már tudod, a riportunk legelején meséltem, hogy 8 éves korában belevittem a pályába, tehát őt belekóstoltattam. De hamar kinőtt ebből. Nem volt hozzá kedve. Köszönjük szépen, ő ebből a pályából nem kért. Tudod? Tehát ő... gondoltam, hogy most esetleg így, mint előadó művészként, hanem úgy énekelték azért. Nem, semmi. Hát. Na, ja, de imádja a zenét. Hát egyfajtában zenét hallgat. Hát mindig a fülén van valami, és hozza nekem ezeket. Amikor Japánban élt a lányom, mert ott is élt a lányom, amikor még modellkedést próbálta meg egy időszakban, amikor csak úgy megpróbáltatta magát, hogy beküldött egyszer egy ilyen tehetség, vagy egy ilyen szépségversenyre a Oriflame-hez, csak úgy spontán beküldött valami, egy fotót magára, megkérdezte tőlem, hogy mi a véleményem. Ez nagyon sok éve volt, ez már nem a mostani időszak, és képzeld, de bejutott a a lányom nem is árulta el, hogy mit kapott válaszképpen, mert hogyha arra gondolt, hogyha én megtudom, akkor hát, ha oda megyek, nyomulok, vagy valami, de én nem nyomulok, mert én nem a protekció miatt mentem volna oda, hanem hogy megnéztem volna, halál komolyan mondom, a lányom nem árulta el,
hogy a legjobb 10-be a döntőbe bekerült, és az év arca lett a lányom az Oriflame-nél, és akkor volt életében először, hogy Svédországba, Párizsbe egy hétre kimehetett. Most belekóstolt ő ebbe a modellkedésbe, de nagyon bele is, hogy is mondjam, bele is fáradt, mert ő többet akart az élettől. Ő nem megragadni akart egy egyszerű, idézelbe egy egyszerű, mert a modellek is, a modell is egy munka, az is egy kemény munka, de a lányomnak úgy döntött, hogy ő neki más a feladata, nem az, hogy kommunikációs főiskoláról betegyék őt egy irodába, az sem viszont, hogy modellkedni, mert tudod, abból ki lehet öregelni hamar, ráadásul. Tehát ő egy csinos, okos, szép, jó kiállású, a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, remélem sokra viszi az életben, én kívánom, mint ahogy kívánom a legtöbb mai minden fiatalnak kívánom, mert egyre nehezebb a helyzetük itthon, és igenis a lányom is ezért ment ki külföldre mindig, hogy ott munkatanulás, és ez így felváltva, és nem csodálom, hogy sok fiatal bepróbálkozik a világban boldogulni, mert most ezt látjuk mindenhol a médiában, hogy itt szűkülnek a körök, ennyi. És azért meg kell próbálni a munkalehetőséget, és a Niki lányom az, mint az előbb mondottam, az éneklést köszöni szépen, de ezt már 10 éves korában elvetette, pedig szerintem jó hallása volt, csak ő nem vonzotta a színpad. Amennyire én a mai napig imádom, szeretem, ragaszkodok a színpadhoz a mai napig, így 40 éves pályafutásom után is, a lányomat ez nem ragadta el. Tehát egyszer, hát látod, hogy sok színésznek, ismert színésznek a gyereke, vagy ragaszkodik, és a apuka vagy anyuka színész után mindenképp követni akarja a pályát, vagy pedig olyan messze megy, hogy nem is akar hallani róla, tudod? És én hadd hozzak fel egy példát erre, ez muszáj, mert egy nagyon tehetséges színésznőnek a nevét el kell mondanom, akinek se az édesapja, se az anyukája soha semmi köze nem volt a színészethez, és most kapott kitüntetést a Sztori Gálán, és nagyon büszke vagyok rá, mert ez a hölgy szintén a kislányommal nevelkedett együtt jártunk a szüleivel össze, egy tünemény, csodálatos színésznőről beszélek, aki az Üvegtigrisben, hoppá, telefon kaptam, de nem veszem fel, mert bekapcsol az automata rögzítő. Ki van kapcsolva, mindjárt abba fogja hagyni a csilingelést. Tehát lényeg az, hogy ez a színésznő az Üvegtigrisben csak megcsillogtatta azt az igazi humorát, de ő egy nagyon komoly darabokban is játszik, és úgy hívják őt, hogy Kecskés Karina. Érdemes megjegyezni a nevét. Most kapott a Sztori Gálán egy kitüntetést, Szinetár úrtól, és nagyon büszk, oda mentem, és nagyon puszígattam, hogy mennyire gratulálok neki. Tudod, ilyenkor olyan jó, hogy ezeket az embereket ismerem, és a szüleinek semmi köze a pályához. És nézd meg, egy civil szülőknek egy ilyen tehetséges lányuk lesz. Azért mondom, nekem pedig az én lányom, köszönöm szépen, ő neki nem ez a feladata, hogy ő művész legyen. Én meg imádom, szeretem, a feladatom, hogy az embereknek a hangulatát felhozzam, szórakoztassam, énekeljek, oktassak, akár most még menedzser is leszek, és nem nyugszom bele, hogy az én favoritjaim az a két hölgy, az a két lány, csak legyen elég időm gyakorolni, úgyhogy kérem a kedves hallgatókat, hogy szurkoljanak, hogy legyen elég időnk felkészülni, mert őket valamelyik, nem árulom, hogy melyik tehetségkutató versenyre nem sokára felkészítem, inkább így mondom, és nagyon tehetségesnek tartom őket. Tehát itt most elárultam, hogy két lány, mondtam, ugye? Igen, a többet nem mondhatok. Nagyon-nagyon-nagyon hihetetlenül tehetségesnek tartom a nyári lányokat is, mert imádom az apukájukat, a nyári Karcsit, akivel ráadásul édesapámnak komoly zenei összefonódása is voltak, mert mi győriek vagyunk, a nyáriek is győriek, és a Karcsi és az én apukám Győrben nem egyszer jó barátságban találkoztak. Én nagyon tehetségesnek tartom a lányokat is. Nagy az én lányaim, hoppá, szeretném, hogy bebizonyíthatnám majd a tehetségkutató valamelyik tévéműsorban, hogy igen, valóban karda be a kezei közül
Remélem, hogy fogja a zsűri is értékelni. Ez a jövő zenéje. Ennyi. No, itt csak a háttérben mondom, ugye majd ugorni akarunk, mert ugye tudjuk, hogy hát majd túl sokáig már te se tudsz majd maradni. Majd megmondom, hogy melyik dalt szeretném... A közül is mutatunk, újak közül. Most ugrunk egészen majd 1994-ig, és... A fesztivál díjas dalom, amivel... Végre Magyarországon is díjat nyerni. Igen. Itt az Ámbó Jimmy és stb. Stb. Az Ámbó Jimmy és én. Az Ámbó Jimmy-nek ezt elmondhatom röviden? Okay. Hogy a Jimmy-nek mutatta meg Méhes Gyuri, Méhes György fesztivál zeneszerző. Jó, csak egy pillanatra, csak annyi, hogy közben akkor majd megkeressük a Könyörgés a kedvesemért. Könyörgés a kedvesemért. A dal jönne majd, úgyhogy erről beszélünk. Igen, nagyon jó. Akkor most beszélhetek, vagy a dal után? Igen, most mondhatod, addig megkeresztem. Jó, jókéba annyi, hogy ezt a dalt Méhes György, nemzetű zeneszerző, aki egy igazi fesztivál zeneszerző, ő nem is tud más dalokat írni, csak ilyet, ami fesztiválra való. Hát vele voltam számtalan külföldi fesztivál, és hál' Istennek sorra hoztuk a megtisztelő olyan díjakat, amik hát ilyen külön díjak, harmadik helyezés, akármi, Írország, Párizs, akármi, Puerto Rico, akkor görögországi fesztivál, Pamukkale fesztivál, szóval a Béhes György megmutatta Zámo Jimmy-nek ezt a dalt, és nagyon elájult a Jimmy, annyira tetszett neki, hogy fú, ez kell. És az a lemez szerződése volt, és nem tudta bevállalni. Tehát neki kötöttségei voltak a lemez szerződéséhez, hogy senkinek semmilyen dalát nem énekli el. Utána egyszer én jöttem be a képbe. Én voltam a második szereposztás. Én voltam az úgynevezett tartalék, de itt már nagyon jó leső tartalék voltam, ugye aki végig hallotta a riportot, az tudja, miről beszélek, hogy milyen fájdalmas volt nekem az 1972-es tartalékdalnak lenni, de itt, hogy a Jimmy-nek köszönhetem, Zámbó Jimmy-nek tulajdonképpen, hogyha ő azt el tudja vállalni, akkor én nem énekelhetem el ezt a csodálatos dalt, mert elénekelt, megtanultam, megcsináltam, és soha nem feleltem el, nekem a mai napig megvan videón a felvétel, ott láttam az elődöntőbe és a döntőbe, Zámbó Jimmy felállt egyedül a közönség soraiból a stúdióba, a fesztivál alatt, és felállva tapsolt nekem. Ez olyan jól esett, megvan őszintén tényleg. Nagyon jól esett, és ebből a dallal én 2 pont hiány lehettem volna első. Első helyezett volt megérdemelten, a Friderika, aki szintén ilyen istenes dalt énekelt, és én voltam 2 pont differenciával a második helyzet, és a harmadik helyzet volt pedig Szulák Andrea. Őszinte legyen, ott állt a dobogó 3 fokán 3 korosztály, 3 generáció. Ott állt egy 20 éves az első fokon, ott állt a dobogó második fokán akkor egy éppen 44 éves énekesnő, és ott állt a dobogó 3. fokán egy 30-valahány éves énekesnő Szulák Andrea személyében. Olyan érdekes, hogy ott álltunk 3-an, 3 korosztály, és nézd meg, hogy a zenébe mennyire nincsenek korhatárok. Tehát egyszerűen működött. Nagyon-nagyon örültem annak, hogy a második helyzet végre Magyarországon is kaphattam díjat a sok számos külföldi fesztivál díjamon kívül. Végre megértem, beértem arra, hogy én, aki a pályán vagyok már tényleg 1000 éve, 1994. február 5-én odaadtak nekem egy fesztivál díjat. Erre olyan büszke voltam, mert azt hittem, hogy úgy kell ezt a világot itt hagynom, hogy Magyarországon, hát nem leszek fesztiváldíjas. De, hál' Istennek, el is beérett. Tudod, minden kitartás kérdése. Én ezt se adtam fel, és soha semmit egyébként nem adok fel. Tehát én annyira kitartó ember vagyok, sajnos sokszor már túlzottan is, hogy sokszor már ilyen kicsit megszállottan vagyok képes nem feladni dolgokat, miközben már rég túl kellett volna lépni dolgokon, de az ilyen dolgokért, hogy a pályám, a hivatásom, a gyermekem, a családom, a barátaim,
értük teljesen, esküszöm, komolyan mondom, harcba tudnék szállni. Ugyanis az a típusú ember, mint én, azért vagyok ilyen vitalitású szerintem, aki kicsit is hisz, vagy megmosolyog érte, nem tudom, hisz az asztrológiába, nem véletlenül vagyok tigris. Véletlenül se vagyok nyúl, vagy patkány, vagy ló, vagy bármi. A tigris az egy nagyon harcos személyiség. És a tigris az iszonyatosan harcos. Én egyébként sokszor bele is fáradok a saját magam harcába. Most már úgy néz ki, hogy jelzéseket kaptam, nem egészségileg, hanem az élet kezd most már ideje, hogy megtanuljam, hogy nem szabad ennyire túlzottan harcolni mindenért, mert egyszer csak leszívják az emberről az energiát. Vannak ezek az energiavámpírok. Tudom, hogy sokan megint megmosolyognak, de sokszor későn veszem észre, hogy úristen, belőlem táplálkoztak, én meg elveszítettem egy csomó energiát, mert én meg annyira akarok segíteni, és annyira akarok jót akarni, akarok másnak adni, hogy hirtelen azon veszem észre magamat, hogy te jó Isten, nem aludtam eleget. Ja Isten, hogy fogok akkor holnap kinézni? Hát oda kell figyelni egy nőnek magára minden szempontból. Úgyhogy üzenem a 50-60 éves hölgyeknek, hogy mi még nem vagyunk idősek. Mi nem vagyunk korosak. Igenis, láttam én már 20-30 évest, és olyan begyöpösödöttem, tudod, amikor mindig a fiatalságról szól minden, akkor engem most miért keresett meg egy divatcég? Miért akar velem katalógust csinálni? Azért, mert kellenek a 50-60 éves, akárhány éves nőknek is kell a divat. Jól mondom? Hát világos. Mindenkinek kell. És kell a minden korosztának jogában áll szórakozni, minden korosztának jogában áll élni és élni hagyni. Ez a jelszavam. Mehet addal? No, viszont most zenélünk, és akkor, ahogy mondtam, jöjjön ez a nagyon jó kis dal, ez a könyörgés a kedvesen mérem. Már ezüstérem díjat kaptam, igen, az ezüstérem kitüntetett. Nem szereted is ezt a dalt, mert tényleg nagyszerű felvétel, nagyszerű dal, és utána, ha minden igaz, meghallgatjuk, a meddig tart a szerelem, és majd meglátjuk. Meddig tart sokáig. Nagyon jó nótát teszel be, igen. Okay. Igen. Jöjjenek a dolgok akkor most. Oké, köszönöm. Fénylő gyertya ég, bús könnyeim hullnak elét. Segíts Istenem, hol a kedvesem? Ő értesi sajgó szívem. Kérlek, küld felém a bölcsek égi jelét. Egy jelet segíts most nekem, senki más, csak ő kell nekem. Kérlek Istenem, segíts most nekem, add vissza őt, ő Köszönöm.
Hova tűnt a kedvesem arca, merre járhat ő? Lesek én a beborult égre, tan eltakarja most egy felhőt. Hova tűnt a kedvesem hangja, miért van néma csend? Nem tudom, hogy miért nem szól hozzám, és alig hiszem azt, hogy elment. Csillagvirágó, fenn a távoli égen. Csillagvirágó, majd ti megmondjátok nékem. Csillagvirágó, sajnos egy kicsi baj van. Csillagvirágó, segítsetek rajtam. Oh. Elbújnék, hogy könnyen ne lássák, mégsem bújok el. Hogyha ő egy nap visszajönne, ha nem vagyok itt én, rám hold le. Maradok, hogy visszataláljon, hiányzik nekem. Maradok, hogy láthassam újra, és boldog szívvel üdvözöljem. Csillagvirágok, csillagvirágok, égen.
na 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 an der Pusta wohnt
én Kecskemét, mein Onkel János. Damit geschickt